vezérigazgató, én azt hiszem, hogy nem csak a szülőknek, nem csak a gyerekeknek, nem csak a megjelent egyház főknek öröm és tényleg boldogság ez a mai délutáni Tamásiba, hanem öröm van az erdészek arcán is. Ez így van, rendkívül boldogok vagyunk mi is, hogy egy ilyen új óvoda létesült, és a katolikus egyház ezt az oktatási formát is Tamásiban egyre inkább és jobban működteti. Gyulai ZRT-nek régi törekvése az, hogy a gyerekek oktatásában aktívan részt vegyen. Kollégáimmal nekem is az a személyes meggyőződésem, hogy minél inkább a gyerekekre kell építeni, az ő környezettudatos fejlődésüket kell egyre inkább biztosítani, és ezért mindenféle oktatási formában az óvodától a középiskoláig, sőt a felsőfokú oktatási intézményekben is megpróbálunk szerepet vállalni. Ugye erdei iskolai programunk régóta létezik a Gyulai ZRT-nél, egyre magasabb szinten működtetjük ezt a tevékenységünket, és jó a kapcsolatunk ebből kifolyólag az óvodákkal, kisiskolákkal is. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez így ebben a formában megindulhat, és már a tavalyi évben volt egy közös akciónk az óvodásokkal, itt az óvodában, ahol egy zöld napot tartott a részvénytársaság, és ez a törekvésünk, ez a későbbiekben is meg fog maradni. Amikor arról beszélünk, hogy környezettudatos nevelés, és ilyen nagy szavakat használunk, én azt hiszem, hogy itt Tamásiban az erdészek ezt tudják, hogy hogyan kell apró pénzre váltani. Így van, Tamási fekvéséből adódóan, és egész Tolna megyére is igaz ez, általában a települések dombvidéki és erdőölelésekben helyezkednek el, tehát itt az embereknek a aktív kapcsolata a természettel sokkal mélyebb, mint mondjuk egy nagyvárosi, de akár még egy középvárosi lakossághoz képest is. És ez nagyon fontos, hogy ez a gyerekek számára is egyértelmű legyen. És én azt gondolom a szülők visszaigazolásaiból, hogy a gyerekeken keresztül átadott információ az nagyon sokszor a felnőtteket is neveli. És ezen mi nagyon komolyan foglalkozunk, és hát bízom benne, hogy a későbbiekben is a katolikus óvoda további fejlődése során is mi ebbe aktívan részt tudunk venni. Püspök úr is, és vezető óvónéni is külön kiemelte és köszönte az erdészek segítségét. Hogyan tovább, mit szeretne vezérigazgatóra jövőben, hogyan alakul majd ez az együttműködés? Hát most az első tárgyasult kis ajándékunkat adtuk át az óvodának egy kis favonat formájában. A későbbiekben szeretnénk a zöld nap és az erdei iskolai programunkból tematikusan óvodásoknak képzett programokat megvalósítani, akár az óvoda falain belül, vagy az óvoda udvarán. De a távlati cél az is lehet, hogy az óvodásokat vinni ki az erdőben, kisvadas parkunk van, parkerdőben, és ott bemutatni nekik azt a örömöt és szépséget, ami az erdőjárással és a természet ismeretével jár. De egyébként egy nagyon érdekes történet, a héten voltak bent a Gyulai ZRT központjában a kis óvodások, és egy preparált dán szarvasbikát néztek meg, ugye Tolnaikum lett a Gyulai Dám, illetve már korábban a kiemelt nemzeti értéktár része, és hát azt a csodálatot a gyerekek tekintetében, ami egy ekkora testű és szépségű vad jelentett, ez felejthetetlen volt. A munkatársaim nagyon élvezték a helyzetet, ilyen gyerek zsivaj a részvénytársaság székházában viszonylag ritkán szokott előfordulni. Utolsó bónusz kérdésként, ezt nagyon szeretem feltenni, mert nincsenek kapaszkodók, a jövő. Hogyha egy emberöltővel előre ugranánk időben, és visszanéznénk, hogy mi történt itt Tamásiban, hogyan működtek együtt a civilek, a városlakók, akár itt az óvónénik az erdészekkel, mit szeretne vezérigazgató úr, hogy mi valósuljon meg ezzel a előttünk álló emberöltő előtt? Hát én azt szeretném, hogy a gyerekeken keresztül minél mélyebben tudjuk az erdő és a vadgazdálkodás és a vad szeretetét beültetni az emberek szívébe és lelkébe. Ez lenne a jövő célja. Kevesebbet kelljen nekünk a különböző vitafórumokon és a sajtóban az erdővel kapcsolatosan megnyilatkoznunk, hanem egyértelműbb legyen a társadalom számára, hogy az erdővel a természetes tájjal gazdálkodni kell, ezt az értéket fenn kell tartani. És ezeknek a pici 3-4-5-6 éves és a későbbi nagyobb gyerekek számára, fiatalok számára teljesen értéktartó módon tovább kell, hogy tudjuk adni.
És ehhez viszont társadalmi támogatottság, segítség kell és együttműködés az emberek részéről.